fellennétek most a kórusba, látnátok, hogy Ernő nevelő tanító bácsi előtt egy ilyen nagy könyv ki van nyitva, és különféle jelek vannak benne, meg szavak, és abból énekel, ott. Hát ha nagyon megtanulja kívülről, akkor már nem kell olvassa, de általában onnan énekelünk. Vagy az iskolában. Hát mikor azt mondják, hogy angol óra lesz, elég kell venni az angol könyvet, nem? Meg a szótárt. De azt mondják, hogy magyar helyesírás, hát annak is van könyve, igaz? Az ember megnézi, megtanulja kívülről, de ami nem biztos, akkor hamar kikeresi könyv. De hogyha most oda mész a tanítónéni, vagy szakásnéni, és azt mondja, szakásnéni, olyan finom déván ettem, fokhagyma krémlevest, olyan finom volt, nem főzöl neked? Nekem. Lehet azt mondja a szakásnéni, hogy hát nem tudom, hogy kell csinálni, de a szakácskönyvben megnézem, kilapozgatom, és nyami-nyami, meg is van a leves. Könyv. Minden tanulunk valamit. Valahonnan. És ugye valaki azt mondaná, hogy például van egy fiunk, most 9., és azt mondja, hogy ő mozdonyvezető akar lenni. Utána kerestünk, van ilyen képzés, iskola is. El lehet végezni. Ott is biztos van egy csomó könyv. Ha autót akarsz megtanulni, vezetni, ott is van egy csomó kérdés, és ha nincs meg a 21 pontot, csak 20, csak 21 van, nincs 22, akkor nem adják oda a sofőrkönyvet nektek. Tehát valahonnan egy könyvből tanulunk. De a nagy kérdést, magát az életet, az honnan lehet megtanulni? És van egy könyv, úgy nevezünk a könyvek könyve, a Szentírás, a Biblia, és abban van leírva, hogy igazából hogy s mind kellene élni. És ma Szent Jeremos áldozópap egyháztanító ünnepe van, és ez a bácsi, képzeljétek el, hogy annyira kíváncsi volt a Szentírásra, hogy elment Jeruzsálembe, keresett egy barlangot, beköltözött, és az ottani hát őr, ugye arám, meg zsidó, meg más eredeti nyelvű szentírásokat elkezdte fordítani, de ő nem tudta ezeket a nyelveket, előbb meg kellett tanulnia. És ment szépen idős bácsikhoz, minden szót megtanult kívülről, és utána lefordította a szentírást, és ő terjesztette el Európába, Rómába a, úgy mondták, a Vulgata, tehát ez a neve volt, a Szentírást. És aztán a latinból fordították le, végül magyarra is, meg más nyelvre is. Aztán most már utólag összevetik az eredeti arám, meg héber, meg minden nyelvvel, és hát ugye így nagyon pontosak ezek a fordítások. Szent Jeromos. Igen. Tehát, ha én azt gondolom, hogy az életbe akarok eligazodni, eléveszem a Szentírást, és olvasok belőle. Ugye? Például a Szentírásban azt írja, hogy tiszteld apádot és anyádot. És én olyan nagyon hálás vagyok Sándor atyának, hogy itt gondozza az édesanyját. Itt van köztetek. Mert ugye a legtöbbötöknek van valami rokona, nagymama, nagytata, apuka, anyuka, amit ő csinál, azt ti is meg kell csináljátok majd. Ha felnőtök, meg kell keresni a vérszerinti rokonokat, még akkor is, hogyha ti egy gyerek otthonba nőttetek fel, kötelességetek róluk gondoskodni. Azt írja a Szentírás, tiszteld apádot és anyádot, hogy hosszú életed legyen a Földön. És nem azt írja, hogy ha megérdemli, akkor tisztelt, mindenképpen kell tisztelni. És ez nagyon jó,
hogy Sándor atya nem mondja, hanem csinálja. És látjátok, hogy biztos jártatok be lála, láttatok, milyen gyenge. Most már ugye, hát nagyon le van épülve, de Sándor atya szépen tisztába tartsa, gondozza, és amit hajdan ő kapott, mint gyerek az anyukájától, azt próbálja nagy szeretettel visszaadni. Igen. És hogy kell-e maszkot viselni, kell-e ügyeljünk magunkra, az is benne van a Szentírásban. Ne ölj! Igen. Ezért van az, hogy mi próbálunk távolságot is tartani, és próbálunk kezet mosni, maszkot viselni, vigyázni magunkra és egymásra. Igen, a felnőttek nagyjából be is oltatták magukat, mert az egészségük ezt előírja. Az orvosok találták ki. Ne ölj! Azt írja a Szentírás, hogy Jézus mondta egy helyet, én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát az élet az egy szent dolog. Ezért nem törjük le a fáról az ágat, nem tépjük le a virágot, ha kell, hanem, mert ami él, abban igazából valamilyen módon Isten él köztünk. Tisztelnünk kell az életet. Ilyen egyszerű. Ezért nem rúgjuk fel a kis cicát, nem lépünk a kutya farkára, és nem bántunk semmit, senkit, nem? Persze, ha ősszel megérik a dió, akkor leszedjük. Hát az a termés. És csinálunk belőle mákos vagy diós kalácsot, nem? Nyami, nyami, jön a karácsony, hát miért ne? De az életet tisztelni kell. Igen, a magad életét is, és a másét is. A Jóisten nem csak kéri ezeket tőlünk, hanem segíteni is akar. Ugye, ti hittanórán biztos Pityu bácsi mondta, hogy mi a szentség? Látható jel, amit Jézus Krisztus alapított, és ami kegyelmet közvetít. Látható jel. Hát például ez egy látható jel, nem? De szoktátok mutogatni egymásnak, hogy győztünk, Viktória, látható jel. De mikor megnő a lány, és a fiú vesz neki egy karikagyűrűt, hát az mit jelent? Szó nélkül is mit jelent? A fiú letérje el előtte, és odaadja a gyűrűt, na vajon az mit fog jelenteni? Nincs ahova tegyes, aztán odaadja neked. Azt jelenti, hogy megkérték a kezedet, szerető tégedet. Ilyenkor a lányoknak a szemüvege behomályosodik, talán elkezdek kicsit pityeregni is. Leszel-e a feles? Igen, igen. Na, szép dolog. Jel. Tehát az a gyűrű jelzi a fiúnak az érzelmét, szeretetét irántod. Na hát, Jézus Krisztus is kitalált ilyen jeleket, hetet. Ami által kimutassa az irántunk iránt érzett szeretetet. Az első ilyen jel, hát ugye amikor leöntenek vízzel, meg olajjal megkenik a homlokadat, megkeresztelnek. Keressék. Látható jel, ami kegyelmet közvetít. És ugyanilyen látható jel a bérmálás is. Majd 6-án, az nem messze van, jön a püspök úr, én úgy tudom, a segéd püspök úr fog jönni, és hát azok, akik fölkészültek, akik elég nagyok, azok meg fognak bérmálkozni. Ugye azért fog imádkozni a püspök úr, hogy elég nagyok, merjék a kezükbe venni az életük irányítását. Nagykorú lesz. És a Szentlélek Úristen ebben segít. Egy gyerek mit csinál? Hát legtöbbször azt, amit akar, de azért beleszólunk. Kicsi szívem, tanulni kell. Kicsi szívem, osszák a pizsamát, nyomás az ágyba. Így van? De azt is szokták mondani közben, hogy na,
eleget tanultál, mars ki, focipályára játszódjatok. Ilyenkor a fiúknak a szíve szokott megszakadni, ugye? Nem annyira, na. Szóval fel tudják találni magukat a focipályán, maradjunk ennyiben. Egy bizonyos korig ez így megy. De amikor valakit megbérmálnak, akkor azt szoktuk mondani, hogy menj szívem, és ülj le a templomba, és kérdezd meg a Szentlélek Úristentől, hogy mit csinálj. 8. elvégeztél, 9. hova akarsz menni, mit akarsz tanulni. A Szentlélek Úristen a te szívedbe felvilágosít, mutassa az útat, és nagy hibát követ el a nevelő, azt mondja, már pedig te ezt csinálod. Nem. Jogod van neked, pont ettől leszel nagykorú, hogy a nevelő bácsitól, a nevelő nénitől, a szülőtől elviszed egy kicsit a kormánykereket, és odaadod a Szentlélek Úristennek, hogy vezessen ő téged tovább, a lelkiismereteden keresztül. Persze ettől még meghallgathatod a szülőnek, nevelőnek a tanácsát, meg is kell, el is kell gondolkozni rajta. De a döntés a tiéd lesz. Ettől vagy te nagykorú keresztény. És a bérmálás szentségében igazából, hát a püspök úr ünnepélyesen elveszi a nevelő bácsitól, a szülőtől ezt a kormánykereket, és odaadja a megbérmált fiatalnak. Ifjú, imádkozz, beszéld meg a Jóistennel, merre és hogyan tovább, dönts, mert a tetteidnek meg lesz a következménye. Tehát egy kiskorú gyerek, mint például ti is, ha valami nagy disznóságot fog csinálni, hát én eléveszem a nevelőt, meg Ernő bácsit, meg mindenkit, mert kicsik vagytok még. Nincs annyi eszetek, hogy belássátok, hogy mi a jó és mi a rossz. Ezért a felnőtt ott van mellettetek. Eljön az az idő, amikor egyik lányom írt egy levelet, Kolozsvára, vagy Vásárhelyen elvégezett egy év egyetemet, azt írta nagy betűkkel, úgy döntöttem, hogy abba hagyom, és máshol fogom folytatni, hogy lássam én azt, hogy nem kell itt vele veszekedni, ő úgy döntött, nagykorú. És én örvendek, és lelkem mélyén, hogy kezébe vette a saját életének az irányítását. Annyit írtam neki, hogy kicsi szívem, ha hullámok összecsapnak a fejed fölött, tudod, hogy hol találsz meg, keresd meg, szívesen segítek. Megy az élet tovább. Igen. Nagyon izgalmas ez az élet, egy nagy ajándék, egy nagyon szép dolog. Persze jó van szükség idő játszani is, meg kacagni, meg fáramászni, meg mindenre, de nagyon fontos, hogy ti is elévegyétek a Szentírást, és közben-közben olvassatok belőle. Még ha nem is értek teljesen, akkor is. De itt van Pityu bácsi, nem értem, magyarázd meg, Ernő bácsi, Rita néni, Rózsika néni, annyian vannak itt felnőttek, biztos, hogy szívesen segítenek, igaz? Tehát, hogy én nagyon-nagyon örvendenék, hogy annak idején adtunk is, minden családban volt Szentírás, gondolom lehet, hogy most is van, de ha nincs, akkor keressetek. Úgy nőjetek fel, hogy hát legyen a kezünkben, örömmel. Na és akkor ugye, ma a Szent Jeromás áldozó pap és egyháztanító ünnepe van, akkor kérjük az ő közbejárását, hogy Szentírást olvasó, Szentírást szerető fiatalok, felnőttek legyünk, hogy a könyvek könyvéből az életünkhöz szükséges, hát tanítást, információt össze tudjuk gyűjteni. Jó lesz ez így? Álljunk föl! És imádkozzunk az Úrhoz.